Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Futbalkárcón, a mai videóban pedig előttem van egy rakatcsomag, és megnézzük, hogy melyik a jobb! Panini FIFA 365 2021 Update Edition, azaz a legújabb kiadás, ennek a felfrissítése, vagy a sima 2021-es FIFA 365 verzió. Múltkor nagyon tetszett nektek, úgyhogy ennek kapcsán szeretnék megint egy ilyen összehasonlítós csomagcsata videót csinálni, derítsük ki, melyik a jobb, mindenféle szempontok alapján fogjuk megnézni. Mind a két szériából négy pakot. Ha ügyesek vagytok, még a régit is megtaláljátok, spárba, időben azért elvétve még lehet kapni. Az újból még, hát ez ebből az update editionből még bőven van, attól független is, hogy kijött az EB és széria. Próbálunk réreket nyitni, aztán majd meglátjuk, hogy mi sikerül ebből. Minden esetre előveszem a kritikus arcomat, ahogy az Euro 2020 és a Kikov 2021 is tettem, hiszen nagyon tetszett nektek, és én is élveztem, hogy kielemezhetem szigorúan ezeket a pakkokat. Úgyhogy nézzük is, mire van szó. Egyiken állított a pak dizájn, másikon fektetett. Nekem a szemem már mind a kettőhöz hozzászokott. Tetszik az állított, tetszik a fektetett is. Itt kicsit zöld dizájn van, legalább eltérő, és nem lehet összekeverni. Ez mondjuk tök okés szerintem. Nem tennék különbséget, itt mind a kettő tetszik. Viszont nézzük meg az esélyeket. Egyikben 148 kártya, kis albummal, másikban pedig itt írja, csak a timétekből több van, 162, és amellett vannak még rérek, 14 pakkonként, itt 15 pakkonként van rér, viszont nincsen Invincible. Az Invincible miatt szerintem, meg a többrér miatt is izgalmasabb a Naturfi 3.65, de meg kell hagyni, hogy cserébe nehezebb kigyűjteni, még nekem se gyűjt ki, hát... Á, pedig szeretnék már lezáró videót az egész szériáról kompletten, meg is fogom ezt tenni, de még nekem se gyűjt ki, hogy mondtam. Viszont az update az meg már igen, könnyen kigyűjthető, nem fog rámenni az összes pénzetek remélhetőleg. Na de nézzük is meg a kártyákat, Pontunk ebből egyet, mik jönnek? Van itt egy Munier, majd utána fordítunk Kimich, nagyon szép csillogással, majd utána Kárdona és Savic és egy Diaz. Tehát ugyanúgy megvan nekünk a hat kártya, viszont ebben kettő különleges volt. Nem néznek ki rosszul, kicsit copy-paste. Winterstárnál, mondtátok sokan, és totálisan igazatok van, nagyon szépek a goldlapok, nagyon jók, viszont egy az alkalmazásban elveszik a topmasterek lényegét, hiszen a goldokat akár ilyen 108, 109, 110 re is fel lehet Topmaster meg marad százasom. Nincsenek logók itt. Hát azért vannak hiányosságok. Én jobban megcsináltam volna. Szerintem legalábbis a fehér dizájn a winter Vinter -ok. Hát winter eleve valami fehéret kellett volna. Furcsa. Nincsenek ilyen nagyon szuper plakátkártyák. Ez is a sima FIFA 360 sajátossága. Nagyon jól néz ki. Fordítsunk meg, ezek lesznek a timmétek. Emre Can, Modric, Zagadu, majd utána Milinkovic, Savic. Nagyon szépek ezek a lapok. Csillogósba ugyanúgy kettő tehát ebbe nem tudtam igazából különbséget tenni. Menjünk tovább ugyanúgy. Egy régebbi 2021-es FIFA 65 -tel. Van itt nekünk egy oszipká, és ott van Paul Pogba. Top master, azt a mindenit. Pedig gyorsan berohantam a boltba, amint láttam, hogy tetszik nektek ez a csomagcsata. Na mondom, megcsináljuk FIFA 21 felmarkoltam néhány pakot, és igen, sikerül belenyúlni egy pol megnézzük, hogy majd az update editionből sikerül ennyitni. Ez így nagyon szép ebben a formában. Majd utána van itt nekünk egy Martin Navas, Aguero és egy Röniger, úgyhogy Igazából itt is kettő csillogós volt. Na de nézzük az Update edition -t. ott sikerül-e. Igazából tényleg az, hogy a kreativitást hiányolom. Captain kártyák szépek, nem rosszak, kis változatosság, de túl sok mindenen nem sikerült változtatni, itt van az emlegetett Captain kártya. Van egy, -egy desztünk is, megkülönböztetni úgy tudjátok, hogy ott az UL felirat, tehát az tiszta sor. És ott a gold, három csillogós, a gold lap. Nagyon szép, kicsit ritka, tehát azért ritkább az átlag csillogósoknál, viszont mondom, hogy ugye nem annyira winteres, tehát ö, nem is tudom, lehetett volna szép fehér dizájn, eddig az volt, most nem történt meg ez, érdekes. De egyébként mind a kettő széria jó olcsósága miatt, meg tényleg nagyon tudom ajánlani, főleg azoknak, akik nem szeretnék a kikoffot gyűjteni pont azért már, hogy mennyi pénz, meg lehúzás, meg ilyenek, na, annak tökéletes ez. Új, itt megint lesznek csillogósak. Két teammate lap, Boca Juniors, Inter Lukaku, gold típusú kártya, Szávió, majd utána fordítunk, Impact Signing, Costa, és egy Kudusz Demenő. Ez elég jó azért. Jönnek itt is akkor bőven-bőven a jó pakok, bele kell húzni. Sima FIFA 365 oldan. Nem jött még olyan pak, amiben három csillogós lett volna. Itt a lehetőség. Szár. Majd utána van itt nekünk egy titán típusú. ászerbi. látjátok? Full ugyanaz a csillogós dizájn. Nem erőltették meg munkat. Váverde Martinez, Matondo és egy Fred. Nem rossz. Egyébként nyissuk ki az utolsó pakunkat. Meglátjuk, hogy ebben mi lesz. Van itt nekünk egy Kevin De Bruyne, majd utána egy Griezmann, egy Verratti, nagyon szép Time Machine kártya. Tök jól megcsinálták, ez nekem nagyon bejön. Ott a három csillogósos ez, ez, tényleg nem rossz. Jean Félix, Handanovic, Fati. Na, jó van. Nem volt ez rossz, utolsó pak, Update edition -ből. Nézzük őt, tud-e valamit mutatni? Itt a csomagtart csatában, hát ez egy rérel legalább szolgálhatnak ki akar egyenlíteni. Út, kérni kellett, kérem szépen, cimikász. És egy Sergio Ramos, azt a mindenit. Wow, topmaster típusú kártya, Fabinho, Kurzawa Delaney, de menő, nagyon komoly. Sikerült akkor az Update Editionnek is, és ez tökéletes, zárszó így, hogy Sergio Ramos is megérkezett, nem tennék különbséget, srácok. Az egyik nagyon könnyen kigyűjthető, mármint a nagyon azt úgy értsétek, hogy tényleg nem kell 5 millió display dobozt 650 ezer csomagot venni, viszonylag könnyen kigyűjthető, itt azért sokkal többet kell bontogatni, de vannak izgalmasabb lapok is benne. Úgyhogy ezt mindenképpen ti döntsétek el, hiszen én egy döntetlen tennék itt, ahogy is jött a döntetlen a rérekbe, és 8 pakból 2 rér, azért az elég komoly eredmény. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek ez a csomagcsata, nyugodtan írjatok ötleteket, hogy mivel játsszuk még ezt le, illetve iratkozzatok fel, hogyha még ezt nem tettétek volna még meg. Legközelebb jövök a következő videóval, addig is, sziasztok!